73 éves az országos mentőszolgálat. Országszerte 230 mentőállomás működik, és ezekben 7000 mentő dolgozó tevékenykedik. Május 10-e a mentők napja. Ezen a napon elismerésben részesülnek azok a mentőállomáson dolgozók, akik hosszú időt töltöttek el ebben az embert próbáló szolgálatban. A Sátoraljóújhelyi mentőállomáson is megemlékeztek az évfordulós mentősökről. Figyelemmel kísérjük, hogy melyik dolgozónk, itt az újhelyi 39 dolgozó közül is, hogy az adott évfordulóra van-e olyan kerekszám, vagy eltöltötte olyan időt, ami kerek, és ez ügyben ugye egy plakettel, kisebb pénzjutalommal tudjuk honorálni az ő munkájukat, és azt, hogy húzamosan, hosszú ideig vesznek részt az újhelyi mentőállomás, főképpen az újhelyi mentőállomás munkájában. Van olyan is, aki más mentőállomásra érkezik, vagy oda megy át, ez ugyanúgy OMSZ-nál eltöltött, mentőszolgálatnál eltöltött szolgálati jogviszonynak minősül. Jelen éven kettő kolléganőnk, Ungváriné Mátyás Henrietta és Dudás Ágnes, mindketten mentőtisztek a mentőszolgálatnál, 15 és 35 éve eltöltött idővel, Szíber Zsolt mentőápoló 20 éve eltöltött idővel, és a hamarosan nyugdíjba vonuló Stoffa János mentőápoló bajtársunk 45 éves szolgálati idővel rendelkezik, és ennek van most ugye aktuálisan az évfordulója. Köszönjük nekik ugye ezzel is a munkájukat, biztatjuk a fiatalokat, hogy igen, ez egy szép hosszú pálya is lehet, nem kell azon gondolkodni, hogy máshol kelljen dolgozniuk. Ez a rendszer, ez, hogyha az ember megbecsüli magát, elvégzi a feladatait, betartja a protokollokat, akkor ez egy hosszú távú, akár egy életpályás, tehát egy életre szóló munka is lehet. Az elmúlt időszakban különösen megnőtt a mentősök szerepe, hiszen már több mint egy éve dolgoznak a koronavírus járvány frontvonalában. A COVID speciális ellátás kapcsán nagyon sok terület lett, úgymond a mentőszolgálatnak címkézve, pontosabban nem csak a mentés volt a mentőszolgálat feladata, hanem a mintavételek koordinálása, szervezése, betegugatták szervezése, tehát egy nagyon szerteágazó feladattá nőtte ki magát, mind a mellett, hogy ugyanúgy el kellett látni napi sürgősségi esetek és a napi covidos eseteknek az ellátását, szállítását. A Nemzeti Művelődési Intézet nevében készítettünk egy emléklapot a Sátoraljóújhelyi mentőállomás vezető úrnak a mentők napja alkalmából, és ezzel egyúttal szeretnénk megköszönni a mentőállomás összes dolgozójának és a mentőállomás vezető úrnak a koronavírus járvány ideje alatt tanúsított fáradhatatlan és áldozatos munkájukat. A mai napon az utakon közlekedve is emlékezzünk meg a mentősökről, és segítsük munkájukat, mert másodperceken is múlhat egy ember élet.